Homokhalmok sorakoznak a velencei strandon. A velencei tó kapuja turisztikai projekt keretében új szabad strandot is kap a város. Oláné Surányi Ágnes polgármester azt ígéri, június végére már megnyílik a vízszerelmesei előtt az új, korszerű és felújított szabad strand. Mi szeretnénk idő előtt, tehát a projekt befejezése előtt még a nyári szezonban átadni, hogy igénybe vessék a meleg napokon az ideérkezők. Erre a reményeink szerint lehetőség is van, hogy a műszaki átadást követően reméljük az júniusban be tud fejeződni a strandterületnek, utána az engedélyezések nyilvánvalóan követően megnyithassuk a fürdőzők számára. Mint a polgármester mondja, a velencei tó kapuja projekt jelenleg 4 hónapos lemaradásban van. A jelenlegi strandátadóra eredetileg márciusban került volna sor, de a folyamatos feljelentések miatt hatósági vizsgálatok lassították a munkát. Ez senkinek sem előnyös, de főképp a vállalkozóknak nem, akiknek jelentős bevétel kiesést jelent a lemaradás. Ennek a strand mellett lévő szállónak már most több milliós kiesése van, miközben a strand hiányában folyamatosan mondják le náluk a foglalásokat. Nem tehetnek mást, reménykednek, hogy a most kitűzött határidőre megnyílik a strand. Természetesen a szobafoglalásoknál kérdezősködnek a beruházással kapcsolatban, hogy éppen egy mai aktualitása volt ennek egy mai szobafoglalásnál, hogy a strand nyitva van-e, hogy igaz az a hír, hogy még mindig építési területnek van nyilvánítva. Ezt természetesen mi a jelenlegi tudásunk szerint kezeljük. Amennyiben a bevétel kiesések pótlására szükség lesz, az önkormányzat igyekszik kitalálni ennek módját. Mindeközben a leendő strand területén még nem láthatóak az ígért homokos part jelei. Ennek ellenére Csabina Zoltán úgy látja, elkészülnek határidőre. Kétféle munka zajlik tulajdonképpen. Az egyik a meglévő beton partvédőműnek az átalakítása, elbontása és új partvédőmű kialakítása, ami szükséges a strand átadásához. Az ehhez szükséges anyagokat tudomásom szerint megrendelték, leszállították. A másik pedig, a másik fontos munkafázis ez a homokos strand terület kialakítása, aminek az előfeltétele, hogy a meglévő talajt ugye elszállítsa, és helyére homokot szállítsanak. A tervek szerint tehát június végére felújított homokos strandot vehetnek birtokba a velencén fürdőzni vágyók. A projektgazdák addig is türelmet kérnek a strandolóktól.